Közeledik a május 21-e, amikor be kell adni a személyi jövedelemadó bevallásokat a 2023-as év bevételei alapján. A NAV idén is bevallási tervezetet készít és juttat el az adózókhoz. Az adóhivatal mindenkinek elkészítette a bevallási tervezetet, akiről adattal rendelkezett, munkáltatói adatszolgáltatással vagy kifizetői adatszolgáltatással. Így például a magánszemélyeknek, az áfás magánszemélyeknek, az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is. Ezt elsősorban elektronikus úton küldik ki, de akinek nincs ügyfélkapus elérése, kérhette postai úton a tervezetet. A NAV azoknak küldött csomagot, akik nyomtatva kérték a bevallási tervezetet. Ezen kívül még azok az adózók is kapnak tájékoztatást, illetve levelet a hivataltól, akiknek a bevallási tervezetében valamilyen probléma van az adatszolgáltatás hiányossága vagy hibái miatt, vagy pedig az adózónak fizetendő adója, vagy pedig visszaigényelhető adója van. Ebben a csomagban többféle dokumentumot és nyomtatványt találnak, mondja a sajtóreferens. Ez a bevallási csomag tartalmaz egy tájékoztatót, magát a bevallást, az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot, ennek visszaküldésére szolgáló borítékot, valamint egy kiegészítő nyilatkozatot is tartalmazhat, abban az esetben, hogyha az adózónak fizetendő adója vagy visszaigényelhető adója van. Hogyha visszaigényelhető adója van, ezen a kiegészítő nyilatkozaton tud nyilatkozni arról, hogy ezt az összeget visszakéri postai vagy pedig banki úton. Barlai Krisztina elmondta még, ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes összege nem több, mint 500 ezer forint, akkor az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével akár 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető idén. Ezt a bevallásban vagy a kiegészítő nyilatkozatban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje 2024. május 21-e.